Sziasztok! A mai videóban egy Five Nights at Freddy's által inspirált Minecraft horror pályát hoztam el nektek, amit a Marketplace-ből ti is meg tudtok vásárolni. Hogyha szeretnétek megnézni, akkor Five Nights néven fogjátok megtalálni. Most viszont szerintem kezdjünk is bele a játékba, mert szeretnék borzongani, szeretnék ijedezni. Én ugye csak az első Five Nights at Freddy's résszel játszottam, ahol egy pizzázóban kellett ugye éjjeli őrként dolgozni. Itt is éjjeli őrök leszünk. Egyébként lehet, hogy az összes FNAF játékban éjjeli őrök vagyunk, én nem tudom, de most egy plázában kell majd helytállnunk, úgyhogy szerintem én is kezdeném a játékot, és akkor bízok benne, hogy tényleg ijesztő lesz. Úgyhogy én vagyok az új Security Guard, ez az első éjszakánk, menjek be a plázába és keressem meg a szobámat. Gondolom ezeket a zöld particle effekteket kellene követnünk ahhoz, hogy megtaláljuk a szobánkat, és hát nem tudom egyébként, hogy mennyire fognak minket itt bántani az animatronikok, de az első éjszaka ugye az első Five Nights at Freddy's játékban is eléggé nyugis volt, úgyhogy bízok benne, hogy itt sem leszünk azért annyira nagy veszélyben. Errefele van úgy látszik akkor az irodám. Fönt az emeleten, innen fogom majd kémlelni a kamerák segítségével azt, hogy merre járkálnak ugye ezek a robotok, amik hát nyilván nem annyira kedvesek. Éjszakánként át fognak ők is változni, és az életemre akarnak majd törni. Gondolom ez lesz az én kis szobám, úgyhogy akkor én ide megpróbálok be is jönni. És itt az első éjszaka 10 óra van, este 10 óra. Üdvözöllek téged ebben a bevásárló központban. Remek. Tehát egy generátort kell megjavítanunk, mert hogy szeretnek itt játékokat játszani, és hát természetesen van ugye energia szintünk, amire majd oda kell figyelni, ugyanúgy, mint az első FNAF játékban. Azért mondom, hogy az elsőben én csak azzal játszottam, de hogyha esetleg szeretnétek, hogy a többi Five Nights at Freddy's játékot is kipróbáljam, írjátok meg, hogy melyikkel érdemes kezdeni, hogy sorrendben jó haladni, vagy van amelyik felejthető, és annyira azért nem jó, hogy foglalkozunk vele. Vagy élőadásban, vagy videóban, azt majd még meglátjuk, de igazából szívesen kipróbálnám őket. Kell majd keresnünk egy generátort, amit gázzal kell majd megtöltenünk, úgyhogy el kell kezdenünk szerintem itt nézelődni. Ott már valami van, szedjük fel azt a cuccot, aztán majd meglátjuk, hogy az mit tesz. Egyébként az egy ilyen benzines kannának tűnik nekem, úgyhogy lehet, hogy ez lesz az első alkatrészünk. Na nézzük, mi ez? Ez mi volt? Ide vizeltem? Ezzel az animatronikokat tudtam volna megállítani, de nem, inkább ide vizeltem magam elé. Az egyetlen dolog, ami megvédett volna, az most ott a földön locsant. Kellemetlen, oké, van foldem is, úgyhogy akkor erre is figyelnünk kell. Hát nem én leszek a legjobb biztonsági őr, úgy érzem. Na de, itt látok valamit. Ez lesz szerintem a generátor. Na, megtaláltam a generátort, viszont úgy látszik, hogy meg kell hozzá találnunk néhány alkatrészt. Ahhoz, hogy ugye meg tudjuk javítani. Nagyon jó. Akkor ezeket is itt kellene valahol felfedeznem? Itt is van szerintem az első alkatrészünk, bár ez üzemanyagnak tűnik. De most már nem merek vele kattintani. Mi van még itt? Ez a zseblámpa annyira lassan reagál egyébként arra, hogy én be akarom kapcsolni, hogy az szavakban nem önthető. De számukban igen, 1/10. Hol van még itt esetleg ilyen generátor alkatrész? Hát itt nem igazából látok, viszont a zseblámpám az elkezdett flikkelni, elkezdett villogni. Úgyhogy lehetséges, hogy hamarosan itt az arcunkba fognak ugrani az animatronikok. Hol van generátor alkatrész? Ott. Most nézem csak, hogy valami kis tető, vagy fedél, vagy nem tudom, hogy mi az. Nem vagyok egy generátor szakértő, sose javítottam még generátort, és valószínűleg sose fogok. De itt már látok valamit. Jó, egy megvan. Egy fuel tank. Ez egy üzemanyag tartály, aztán van itt egy power level, ez egy kar, amivel ugye majd tudjuk aktiválni. És akkor szerintem még egyet kellene megtalálnunk, az üzemanyag nem alkatrésznek számít, hogyha jól gondolom. Wow, érdekesen néznek ki itt a szörnyek. Például ez mi a fene? Jaj, te jó ég, hogyha ez rám ugrana, rosszul lennék. Van itt valami cuki is esetleg? Mondjuk ez egészen aranyosnak tűnik, ez a valami. Na jó, nem. Lehet, hogy ő is elég ijesztő tud lenni. Ez a nyuszi, ez aranyos. Ezt a nyuszit szeretném. Egyedül ebből a játékboltból, mert minden más borzasztóan creepy. Mi van még itt? Hát ha találunk még itt alkatrészeket. De lehetséges, hogy amúgy ezeket csak vissza kellene vinnem a generátorhoz, és akkor be tudnám kapcsolni, azt azért majd megnézzük. De szeretnék azért gyorsan körbenézni itt a plázában, nehogy valami kimaradjon. Ez viszont hasonlít a pizzériához. Úgyhogy lehet, hogy itt lesznek elrejtve a dolgok, a huncutságok. Ez itt micsoda? Ez egy konyha. Akkor ez tudja, hogy a pizzéria lesz. És itt vannak fönt az animatronikok, jó? Hát most még egészen nyugisak. Remélhetőleg nem fognak rám támadni, de fel tudok jönni? Fel tudok jönni, és akkor itt integetnek, hogy hello! Hello! Micsoda boldogság van?
Nem szeretném, hogy az arcomba ugorjanak. Én visszaviszem szerintem ezeket a generátor alkatrészeket, aztán csak szólni fog a játék, hogyha kell még keresnem, bízok benne. Itt a generátoros szoba. Jó. Hát szerintem ez még nincsen kész, oda még kellene valami. Vékonyka generátornak tűnik, de hogyha jól látom, akkor itt van egy szellőző, ahova be lehet esni onnan föntről. És ez viszont el van zárva. Jó, akkor ez egy menekülési útvonal, gondolom, hogyha rám támadnak az animatronikok. Főleg így a vizemet is kilocsantottam. Nem volt okos döntés, de hát így jártam. Majd megtanuljuk, hogy hogyan kell játszani ezt a játékot. Itt vannak szobák, de szerintem ezek nem fognak kinyílni, mert nincsen hozzájuk kapcsoló. Hát lehet, hogy akkor fel kellene mennem az irodámba, és akkor meg kellene nézni, ott volt egy power gomb. De mondom nekem, az nagyon-nagyon karcsúnak tűnik az a generátor. Illetve azt írt, hogy három alkatrészt kell megkeresnünk, és akárhogy is számolom, ez csak kettő. Be tudom kapcsolni vajon az áramot? Be tudom. Aha, és akkor most meg tudom nézni a kamerákat is. És crouch-sal tudok változtatni a kamerákon. Itt szerintem még nem jártunk, ez egy mozinak tűnik. Most 6:43 van, hogy ez most reggeli időpont, vagy valami egészen más. Nagyon jó kérdés. De mondom, az animatronikok nem nagyon akarnak mozogni. Nem nagyon csinálnak semmit se. 6:57, 6:58. Lehet, hogy hamarosan vége akkor az első éjszakának. Mondjuk kérdés, hogyha nem is került mindent megtalálnom, akkor sikeresen teljesítettem el az első éjszakát. Ez a szoba eddig is itt volt. Lehet, hogy valahol itt van. Itt van. A bowlingos helyen. Ó, oké. Királyság, engine frame. Na nézzük akkor. Helyére rakjuk, és akkor lehet, hogy most fognak majd megindulni az animatronikok. Jó, megvan. Fantasztikus, megvolt a mai napi feladatunk, és akkor jöhet a második éjszaka. 15 collectible-t kellene megtalálnunk. Szerintem kapcsoljuk be az áramot, és most már lehet, hogy több értelme van itt a kamerákkal nézelődni. Valahol egyébként itt röhögcséltek. Aha, eltűntek. Ott az egyik collectible. Azt már látom is. Az eredeti helyen. Ó, mindenféle finomságok. Ott mászkál a mosogatós csikám. Emlékszem rá, hogy mindig mosogatott. Mindig olyan hangot adott ki, mint hogyha mosogatna. Hát akkor 15 valamit kellene itt összegyűjtenünk, úgyhogy nem halunk meg. Azt a mindenit, most már azért ez kezd para lenni. Innen nagyon jönnek a hangok. Hát kellett egy kis idő, amíg beindult a pálya, de... De ez rendesen para. Jó, kettő már megvan. És akkor most látom, hogy mennyi az idő, ugye 11 óra 30 van. Hát és túl kellene élnünk a teljes éjszakát. Remek! Jó, de már 6-ot megtaláltunk a 15-ből, szóval annyira azért nem lehetetlen küldetés ez. Kérdés, hogy merre járkálnak vajon az animatronikok. Ott lent egyébként láttam egyet. Meg mindenhol hallom, hogy röhögcsélnek, járkálnak. Atya ég, én oda nem... Nem, ott jön az egyik! Jön utánom! És nem szabadna itt leugranom, mert van fall damage. Szóval az sem megoldás. És jönnek, nézd meg mennyien jönnek. De egy helyről jön az összes. Akkor csak itt el kell vezetnem őket a vizes részem. És akkor megúsztam, ugye? Ez így működik, ugye? Mondjátok, hogy így működik. Vajon nekik is van fall damage-ük? Ne, ott jön az elefánt. Nem akarom az elefántot. Pedig amúgy aranyos állatok, de most valahogy nem. Nem kívánom az elefántot. Ah! Úristen! Fluffy megölt. De most akkor így... Újra kezdhetem ezt az éjszakát? Jaj, de megijedtem! Erre nem számítottam! Na várjál, erre kíváncsi vagyok, belevezetem őket itt a vízbe. Na gyere csak, te nem tudom mi az, valami baba amúgy. Gyere, mász bele a vízbe! Jó lesz! Akarom látni, hogy eltaknyolsz. Nem taknyol el, csak valószínűleg az áramköröket zavarja meg. Pedig amúgy megnéztem volna, hogy ilyen rajzfilmesen, mint egy banánhéjon elcsúszik. Ott integetnek nekem, hogy hello, szia, jöttünk érted. Remélem nem baj, jöttünk téged megölni. És egy adott időn belül kellene nekem ezeket összegyűjtögetni? Nagyon jönnek. Azt nem tudom, hogy vajon le tudom-e őket futni, mert ha le tudom őket futni, akkor annyira nem gáz. De így, hogy most elkaptak, nem tudom úgy, hogy hány életem van. Hogy ezt így végtelenszer ki tudom azért játszani? Nem olyan kegyetlen velem a játék, hogy akkor az elejétől kell kezdeni az egészet? Már csak kettőt kellene valahonnan összeszednünk. Nem jó! Itt jön! Megint ez a Fluffy! Fluffyval nem leszek jóba! Kapcsoljunk egy kis áramot! Hát akkor visszamennek a helyükre, nem? Vagy ez nem így működik? Nincs még valahol egy kis nasika? Kettőt kellene összegyűjtenünk. Tudja amúgy, hogy ezen a helyen van, ezen a pizzás részem.
Én ide rejteném el őket, csak megint itt lesz Fluffy. Aki lekever nekem kettőt és már halott vagy. Mondom! Miért vagytok itt ennyien? Ne! Most az összes engem kerget. És ott ül az elefánt. Nem kellett volna hátra néznem, de fussál már! És lecsapnak. Tudod mit, bekapcsolom most már az energiát, most már nem érdekel. Hát ha akkor nyugiba lesznek. Hát ha megtalálom a maradék kettő cukorkát. Eléggé nyugtalanít egyébként, hogy ennyire nem sikerül őket megtalálni. Lehet, hogy a moziban kellene keresni? Mert ez az étterem, itt már sokszor jártunk, itt Fluffy mindig adja. Sajtos tejfölös lángost mindig kapjuk tőle. Mi? Nem sikerült? Nem sikerült, ezt időre kellett volna megcsinálnom. Hát megpróbálom újból, remélhetőleg sikerülni fog. Ne csináld már ezt velem, miért csinálod ezt velem? Most már ki se tudok innen jönni? Nem, ezek most már itt vannak. Ezen meg nem tudok kimenni, de most ki tudtam, jó? Rájött a játék, hogy ez így nem lesz jó. Első megvan. Egyet valahol mindig úgy elrejtenek, hogy az ilyen esélytelen, hogy megtaláljam. Na, itt egyből van három. Egy, kettő, három. Ott van még egy kis víz. Jó, már 7 per 15. Ott is van. Itt esetleg a benti részeken. Mert azt hiszem egyébként, hogy a boltokban vannak ezek elrejtve. Ott fönt is lebeg egy, azt látom. Szóval egyelőre, ha már itt lent vagyok, akkor itt lent szeretnék körbenézni. Közben így félszemben mindig a boltokon! Víz! Kapták oda a vizet a bejárathoz. Csak utána megmutatom az utat, hogy merre kell menni. Oké, itt is van egy. 12. Ott is van egy. 13. Ott van egy. 14, és most még csak hajnal 2:30 van. Csak. És még egyet kellene megtalálnunk. Azt az utolsót, de az meg nem az, ami ott lebeg. Az csak energia lesz nekünk. Mindegy, az is jó. Nem akarok itt hálátlannak tűnni, hogy lesz áramunk, bár továbbra sem tudom, hogy miért jó az nekem, hogyha van áram. Talán kicsit világosabb van. De az meg nem segít nekem a dolgok megtalálásában. Teszünk egy szép kört. Gyertek utána, mutatom az utat, hogyha esetleg nem ismernétek. A következő lehetőségnél forduljon balra. Köszönöm. Nagyon jó GPS lennék. Most már kiismertem ezt a plázát. Ide kéne egy kis víz, hogy most kicsit lelassítsam őket. Mert szerintem nem értékelik elég ennek a helynek a szépségét. Itt van! Megvan az utolsó, itt van a moziterembe! Húr, ne se hiszem! Nagyon sok idő van még, amíg véget ér az éjszaka, úgyhogy most csak nézegessük a kamerákat, azt írja. De így értünk át a harmadik éjszakára. Hú! Show us your moves in the pizza plaza, and if you can dance as well as Trixie, we might consider unlocking it for you. Micsoda, táncolnom kellene a harmadik éjszakán? Hogy mi? Night free, join Trixie in the pizza plaza for dance battle. Step on the correct arrows shown on the stage. Beat Trixie's high score. Ez mondjuk jónak hangzik. Azt akartam mondani, hogy innen folytatjuk, hogyha szeretnétek, de még táncolni azért akarok. Na! Egy jó tánc azért szerintem még belefér. De most akkor engem itt bántani fognak a harmadik éjszakán? Nagyon-nagyon remélem, hogy nem fognak engem bántani. Pizza plázába kell mennünk. Az olyan olaszosnak tűnik. Na nézzük ezt a táncot, le kell győznöm Trixit. Itt fönt a színpadon fogunk táncolni? Aha. Ó, és azt kell nyomom, ami ott látszódik. De melyik gombot kell nyomnom ahhoz amúgy, hogy elfogadja? Lehet, hogy VASD-vel kellene? De amúgy nem látom, hogy most ezeket beszámoljál vagy sem. Várjál, most ott 150-et számolt valamire. 4000-et kellene megdöntenem. Hát ez... nagyon abszurd! Rendesen én is majd mozgok vele, hogy tup-tup-tup! Jó, 1800 pont! Amúgy meg lehet, meg is lesz. 1950. Számít az, hogy mennyire jól időzitek? 2100, 2200.
Nagyon ijesztő ez a zene, nagyon jó. Most éppen balra megyek, aztán pedig... Elveszítem a játékot. Hát ez nem sikerült. Nem nagyon tudtam most itt beszélni nektek, de közben rájöttem, hogy mi alapján számolja ezt az egészet. Tehát nem kell nekem faltól falig sétálni, hanem igazából ami lényeg, hogy amikor odaír a nyíl, akkor nekem itt az alattam lévő nyílra kell úgy ráállnom. Úgyhogy jó, megvan. Trixikém, legyőztelek! Nagyon triki volt ez a feladat, de sikerült. Úgyhogy remélem ma estére már békén hagytok, mert most már kitáncoltam, kiénekeltem magamat, és az az igazság, hogy most már szeretnék őrként dolgozni, és nem ilyen táncos parádés majomként itt lenni ebben a pizzériában. Ennyi! Amúgy Trixinek most már 2000 a high score-ja. Trixie isn't happy you beat her high score. Ajaj, nem örül annak, hogy legyőztem, de most már legalább gyorsan pörög az idő. Úgyhogy most már csak vissza kell mennem az irodámba. És remélhetőleg akkor már nem fognak engem itt bántani, viszont lent van az irodám, ugye? Jó, oké, sikerült. Hú. Van egy ajándékuk lent a basementben. Mi lehet az az ajándék? Itt most annyi lesz a feladatunk, hogy lent egy labirintuson keresztül kell majd átvészelnünk. Hát meglátjuk, hogy ez mennyire lesz egyszerű. Nézzük meg akkor ezt a security szobát. Mert itt van lent a basement, szóval szerintem ide kell nekem jönnöm. És gondolom akkor ez most már itt kinyílik? Aha, ez most már itt kinyílik. Jó. És jönnek utánam egyébként? Jönnek utánam, hát menj már! Ilyenkor mondjuk azért jól jönne az a kis locspocs. Tehát, hogy azért csak, hogy legyen egy kis esélyem ellenük. Mert nagyon gyorsan jönnek, és nagyon... nagyon nagyot tudnak ütni. Én amúgy ezt itt kinyitnám. Már nem bántásból. Vagy csak akkor nyílik ki, hogyha... a szörnyek is itt van? Most mi van? Amúgy. Most ez miért nem nyílik ki? Hát most mindjárt megnézzük, hogy mi lesz, hogyha 7 óra lesz, de az ajtó az fixen nem nyílik. Most, hogy ott kellett volna nekem megtalálnom a kulcsot, vagy sem, azt viszont már nem tudom. Mert itt most megint bóklászok a plázában, de nem találok kulcsot sehol. És mivel azt írt, hogy ez egy labirintus, ezért gondolom egyébként ott belül lenne a kulcs a labirintuson belül. Hogy ki tudjak onnan menekülni. Bentről akarnak engem megölni, és szerintem ezen az ajtón kellene kijönnöm. Úgyhogy hát most megvárom, hogy itt meghalljak. Jobb dolgom úgy sincsen. És hát majd akkor ki kell deríteni, hogy ezzel hogyan tudunk tovább haladni. És most újból kezdődik a negyedik éjszaka. Én ennek adok még egy esélyt, aztán bízok benne, hogy jó lesz. Nézd meg, hogy jön. Nem bír magával az állatkert. Erre kell jönnöm. És szerintem oda a lejárathoz fogom rakni ezt a vizet, hogy legalább annyira akkor megállítsam őket. Jönnek még amúgy? Most ez kinyílik? Most kinyílik, nézd csak meg! Ide egyből befröcskölök, és akkor aki utánam jön, az ott meg is áll. Oké, és akkor itt kellene nekem keresnem egy kulcsot. De ahogy hallom, itt lent is itt vannak az animatronikok, szóval nem lett jobb a helyzetem. Ó, te jó ég, hát én úgy el fogok tévedni, ahogy azt illik. És akkor relatíve itt meg se hallhatok. Aha, ott vannak! De te hogy jöttél be utánam? Hogy? Neked nem szabadna itt lenned? Nagyon jön. Nagyon jön és nagyon akar. És most megint itt vagyok, nézd meg. Azt nem tudom, hogy most vajon ki fogja ott nyílni az ajtó, mert ha nem, akkor viszont kb. Egyszer kell lesz halál nélkül teljesíteni, és az meg tényleg lehetetlen. Mindjárt megnézem, remélem most ki fog ott nyílni az ajtó, mert azért szeretném teljesíteni, de... Na meglátjuk, hogy sikerül-e. És nem nyílik ki megint az ajtó. Hát jó. Viszont itt sebezhetetlen vagyok valamiért. Úgy látszik. Na jó, nem. Ha szeretnétek belőle folytatást, megpróbálhatjuk, de innentől kezdve tényleg halál nélkül kellene végigjátszani, ami eléggé nehéz. Úgyhogy ennek a videónak most itt van vége, de ha szeretnétek belőle folytatást, azt írjátok meg kommentben. Ha pedig azt mondjátok, hogy inkább valami mással játszunk, azt is megértem, úgyhogy tényleg írjátok meg az őszinte véleményeteket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Andi voltam. Sziasztok!